Első Szent István király, a magyar történelem legmeghatározóbb uralkodója, hiszen nevéhez köthető a magyar nép államának megalapítása, egy független, keresztény magyar állam, a Magyar Királyság létrejötte. Ő volt az utolsó magyar fejedelem és az első magyar király, a pogány törzsi államformációk felszámolója. Géza fejedelem és Sarolt fejedelemasszony az erdélyi Gyula lányának fiaként jött a világra 960 és 980 között. A születésének pontos adatai nincsenek, mivel szinte minden régi dokumentum, ami megörökítette Szent István születését, a dátum mindig más volt. Feltételezhetően Esztergomban jött világra. Születésekor a türk, török eredettel bíró Vajk nevet kapta. Vélhetően 994 és 996 között keresztelték meg, és ugyanúgy az István nevet kapta a keresztségben, mint ahogy korábban az apja, Géza is. A Szent Istvánról szóló mondák szerint Szent Adalbert püspök felelt a gyermek keresztény szellemű tanítatásáért, sőt, ő is keresztelte meg, azonban erre nincsen semmilyen forrásunk az ő életrajzán kívül. Minden más korszakból vett dokumentum eltérő dátumokkal dolgozik, így csak feltételezni lehet, hogy némi köze lehetett a dologhoz. Adalbert egész biztosan foglalkozott István nevelésével. Az egyetlen biztos adat a keresztelésről, miszerint keresztapja a vélhetően normann származású Deodatus gróf volt, akit István mindig Tatának hívott. Tata városa innen kaphatta a nevét. Deodatus továbbá az ifjú István nevelője is volt. A Hartwig legenda szerint már gyermekkorában megtanították írni és olvasni, vagyis ezek szerint ő az első európai uralkodó, aki tudott latinul. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor a kutatók a mai napig vitatkoznak. Túl hihetetlenül hangzik, hiszen a korszakban egy uralkodó sem rendelkezett ilyen tudással, különösen úgy, hogy fiatal korában tanulta volna. A fennmaradt források arra utalnak, hogy herceghez méltó nevelést kapott, ami Kristó Gyula szerint mindössze testi nevelést jelentett. Harcolni tanult és vadászatra járt, továbbá hadjáratokban vehette ki a részét. István 14-15 éves lehetett, amikor apja összehívta a törzsfőket és közölte velük, hogyha ő meghal, a fia fogja átvenni a helyét a magyar nép élén. A törzsfőknek hűségesküt kellett tenniük, továbbá István vélhetően 995-ben kaphatta meg a nyitrai dukátust, amit szlovák történészek is igazolnak. Ugyanebben az évben Géza fejedelem II. Henrik bajor herceg lányát, Gizellát adta feleségül Istvánnak, ami az első dinasztikus házasságot jelentette egy magyar uralkodó család és egy európai uralkodó család között. A házasság különösen kedvező érdek volt, hiszen Gizella a német-római császárral állt rokonságban. A Shire napátságban házasodtak össze, Szent Adalbert adta őket össze. Az ifjú pár Nyitrán rendezkedve, Gizella bajor lovak kísérettel jött, a lovagok letelepedhettek és földeket kaptak, István segédcsapataként láttak el katonai szolgálatot. Géza fejedelem halálát követően István Esztergomba ment, ahol összehívta híveit egy gyűlés keretén belül és fejedelemmé választatta magát. Az egészet arra alapozta, hogy Géza őt hagyta meg örököséül, vagyis a primogenitúra elve alapján az elsőszülött örökli a fejedelmi trónt. Ez a szokás eddig nem volt gyakorlatban a magyarok körében. A Kárpát-medence többi földterületével a törzsfők rendelkeztek ebben az időben. Géza halálát követően Koppány, az egyik törzsfő igényt tartott a fejedelmi címre. Ő a Balatontól délre fekvő területeket birtokolhatta még apja, Tarzerind és Géza fejedelem közös egyességének köszönhetően. Igényét két elvre építette. A szeniorátus elve szerint, mint legidősebb férfi rokon, ő vehette volna át a fejedelmi széket. A levirátus elve szerint pedig meg akarta az igényét úgy erősíteni, hogy ókori szokások szerint feleségül venni az özvegy Saroltot, István anyját. Így ő két elv alapján lehetne legitim módon fejedelem. Koppány törzsfő 972-ben már felvette a bizánci kereszténységet, mégis ebben a hatalmi vitában a követői többségben pogányok voltak, hiszen benne látták azt, hogy ő a régi rend, a régi elvek szerint vezetné a magyarokat. Koppány támogatottságát az erősítette, hogy István főleg keresztény hívekkel vette körbe magát, akik elsősorban német származásúak voltak, de elvétve voltak köztük olyan magyarok, akik tartották magukat a hűségesküjükhöz. István seregét két részre tudnánk osztani. A hozzáhű magyar harcosokra és Gizella bajor lovagjaira, akik a korszak legmodernebb elit haderejét képezték. Gyakorlatilag itt ők jelentették a nehéz lovasságot.
István és Koppány harcának döntő ütközetét helyileg nehéz behatárolni. A harcot István kezdeményezte és Koppány területeinek fokozatos elfoglalásával tett kísérletet arra, hogy egy mindent eldöntő csatában legyőzze riválisát. A küzdelem tétje nem csak az volt, hogy ki lehet a fejedelem, de ezen múlott a keresztény hitben való orientálódás is. István egyértelműen a nyugati kereszténységben látta a lehetőségeket, míg Koppány bizánci keresztény volt, ráadásul a magyar pogányok többsége is őt támogatta, azt gondolván, hogy a régi rendszert és a régi elveket fogja követni. E vallási orientációtól függött a magyarság megléte is, hiszen el kellett dönteni, hogy mely keresztény hatalom mellett állnak ki a magyarok, melyiknek engednek nagyobb befolyást a Kárpát-medencében. A feltételezések szerint Veszprém mellett, a Sétpatak völgyében, Sóly és Király Szent István között történt a végső ütközet. A csatában Koppány könnyű lovasságból álló seregét szétzúzták, Koppány a harcban életét vesztette az egyik bajor lovag, Wenzelin keze által. A konfliktusból a többi magyar törzsfő kimaradt. Érintetlenek akartak az ügyben maradni. Koppányt felnégyelték és tetemének darabjai Győr, Esztergom, Veszprém és Gyulafehérvár várkapuira kihelyezték. Habár ennek valóságosságáról a történészek vitatkoznak, többségük a fennmaradt forrásokban található felnégyelés történetének azonossága miatt elfogadják annak tényét. Ez azt jelenteni, hogy Európában István elsőként alkalmazta ezt a kivégzési formát, ami felért egy pápai keresztre feszítéssel. István fejedelem bőkezően odaadományozta híveinek Koppány földjeit, Koppány egykori alárendeltjeinek pedig tizedet kellett fizetni a pannonhalmi főapátságnak. István még ebben az időben püspökségeket is alapított, míg a pannonhalmi főapátság volt a korszakban az egyetlen magyar apátság. István ugyanakkor Koppány felnégyelésével nem tartotta magát a halottak tiszteletéhez, és ehhez az elfhez a pogány magyarok ragaszkodtak. Azzal, hogy Gyulafehérvárra is eljutott Koppány testének egy darabja, István fejedelem vélhetően az egész Kárpát-medence feletti irányítást tűzte ki céljául. Uralmát külföldön is érvényesnek kívánta kimutatni, ezt pedig azzal érte el, hogy Szent Pilgrim passzaui püspök követeit beengedte a magyarokhoz. A célja az volt, hogy Istentől eredeztetett uralkodó legyen, vagyis olyas valaki, aki Isten kegyelméből uralkodjon a népe felett. Ehhez arra volt szükség, hogy keresztény hagyomány szerint megkoronázhassák, ugyanis az európai keresztény államok a Turul jóslatot nem ismerték, amit egyedül a pogány hagyományhoz kötődő magyarok ismertek el, mint uralkodásra feljogosító, felső hatalomhoz köthető tényt. 999-ben Szent Asztrik pannonhalmi apátot elküldte Rómába, hogy harmadik Ottó német-római császár segítségét kérje az ügyben. A Hartwig legenda szerint a cél II. Szilveszter pápa megnyerése volt ahhoz, hogy koronát és apostoli áldást kérhessenek tőle. A valóság viszont az volt, hogy a pápai áldás elnyeréséhez elsősorban a német-római császártól kellett hozzá engedélyt kérni. A koronázás körülményei meglehetősen homályosak. Csak későbbi pápai feljegyzések vannak arról, hogy István állítólag felajánlotta Szent Péternek, vagyis magának a Szent Széknek az országot, de egy ismertebb legenda szerint Szűz Máriának ajánlotta fel. 7. Gergely pápa 75 évvel később előbbire hivatkozva nevezte pápai hűbérnek a Magyar Királyságot. A Szent István által kiadott királyi dokumentumokban ugyanakkor egyszer sem szerepelt más uralkodó neve, ami egy hűbéres király esetében kötelező formula volt. Ez csak azt jelentette, hogy amennyiben a felajánlás tényleg megtörtént, István függetlenítette magát a gyakorlatban a császártól és a pápától is, és minden esetben Isten kegyelméből uralkodó királynak neveztette magát. Azzal, hogy István elfogadta a kért koronát, a nyugat felé orientálódó magyar fejedelemség egy európai keresztény államokhoz felzárkózó új, független keresztény állam lett. Ez lett a Magyar Királyság. A koronázás ideje eltérő a forrásokban. Van, ahol 1000-re, van, ahol 1001-re datálják. Az új évezred első napjának nevezték István megkoronázásának napját, vagyis ez akár lehetett 1000. december 25-e, de 1001. január 1-e is, amit a Pécsi Püspökség alapító levele is igazol, továbbá összefüggésbe hozható 3. Ottó Rómában tartózkodásának idejével is. A koronázásra vagy Esztergomban, vagy Fehérváron kerülhetett sor. A szertartás a német koronázási ceremónia szokását követte, vagyis felkenték olajjal és a fejére koronát helyeztek. Így lett ő első István király.
A közhiedelemmel ellentétben a ma ismert Szent Korona soha nem volt a fején. A koronázási paláston található ábrázolás szerint egy abroncs korona volt a fején, amit lilium alakú díszek ékesítettek. A koronán kívül a másik koronázási jelvénye egy láncsa volt, ami a szuverenitás, a függetlenség jelképe volt. Az első vert érméjén is a Lancea Regis felirattal együtt egy láncsát tartó kezet láthatunk. Ezt a jelvényt még Géza fejedelem kapta a harmadik Ottó császártól ajándékba. Első Istvánt oklevelei ugyanakkor többféleképp említik őt, mint magyar uralkodót. Magyarok királyaként, Pannonok királyaként és Magyarország királyaként hivatkozott magára. 1002 és 1003 között István megkezdte a vele rivalizáló törzsfők kiiktatását. Elfoglalta Erdélyt, legyőzte nagybátyját, az ifjabbik Gyulát, lefoglalta a bányákat, majd a területet a magyar királyságba olvasztotta, a lakosság körében pedig megkezdték az erőszakos hittérítést. Gyulát a családjával együtt elfogták, de az erdélyi Gyula még időben megszökött, és Vitéz Boleszló lengyel fejedelemhez fordult segítségért, aki rábízott egy felvidéki erődöt. István rövidesen azonban legyőzte Gyulát. A lengyelek 1010-re csak a Morávia folyóig húzódtak. Innentől István leszámolt Kán Vajdával, aki Dél-Erdélyben tevékenykedett, majd a bolgárokat is kiszorította a Kárpát-medencéből. Továbbá két forrás is említi, hogy Szent István hadakozott a fekete magyarokkal is, akiknek azonosítása bizonytalan és létezésük is kérdéses. A legvalószínűbb, hogy kabarokkal vagy kavarokkal keveredett magyarok lehettek, akik Dél-Dunántúlt, de talán még a Tiszántúlt is birtokolhatták. Előbbi esete valószínűbb, hiszen mindez 1009-ben történt, hogy István leszámolt velük és a területükön hozták létre a pécsi püspökséget, de a kalocsai érsekség megalakulása is ennek köszönhető. Baranya, Tolna, Bács és Bodrog vármegyék megalapítása is erre az időszakra tehető. A térségben ugyanúgy erőszakos hittérítés zajlott. Gyakorlatilag a pápai legátus azó püspök érkezésére meg is húzták a pécsi püspökség határait 1009. augusztus 23-án. István a belpolitikai megszilárdítást lánytestvérei kiházasításában látta a legkézenfekvőbbnek. Sarolta nevű húgát a felvidéki kavar törzsfőhöz, Aba Sámuelhez adta hozzá, akinek területeit így magáinak tudhatta. Sámuel cserébe palota ispán lett és fel kellett vegye a keresztény hitet. A Mátráig kitolódtak a határok, így pedig megalakulhatott az egri püspökség. Másik húgát, Ilonát, Orzeoló Ottó velencei dózséhoz adta hozzá 1009-ben. Az ő frigyükből született Orzeoló Péter. István a házassággal a magyar-bizánci viszonyt igyekezte javítani, mivel Velence a bizánci birodalom hűbérese volt. István kiegyezett Vata törzsfővel, aki a Körös vidéken élt, illetve Ajtony vezérrel is, aki Marosváron rendezte be saját államát. István ráhatása nélkül a bizánci kereszténységet vette fel, de nem élt a vallás szabályai szerint, mivel 7 feleséget tartott magának. 1010 és 1020 között kijeleződött közte és István között a konfliktus, mivel vámot vetett ki a sóra, ami Istvánnak érkezett volna. István csanád hadvezért jelölte ki Ajtón legyőzésére. A győztes csatát követően Ajtony államának helyére a győztes vezér nevével ellátott vármegye lett Csanád vármegye. Marosváron püspökséget hozott létre, és élére Gellértet tette meg püspöknek. A belharcok véget értek. Első István király átvette az egész Kárpát-medence felett az irányítást 1028-ra, egységes megyerendszert alakított ki, ami területi alapú igazgatási egységként felügyelte az országot. A vármegyék élén az ispán állt, központja pedig mindig egy jól felszerelt vár volt. A korszakban ezek főleg földvárak voltak. Ez alól a veszprémi, a fehérvári és az esztergomi volt a kivétel. A megyeszékhelyek ugyanakkor gazdasági központok is voltak, hisz ide jártak vasárnaponként az emberek vásárokba. A vármegyék területi igazodásához rendeződtek be az egyházi szervezetek is. Az 1020-tól vert dénáriai Szent Istvánnak népszerűek voltak még külföldön is, Skandináviában például előszeretettel hamisították. Első István nem kapott külön hatalmat azáltal, hogy magyar királlyá lett koronázva, csupán elismert lett az a tény, hogy Isten kegyelméből uralkodó királlyá vált. Egyházpolitikájának első mérföldköve ez volt. Elsőként megalapította az esztergomi érsekséget, aminek létrejöttével a német hittérítők ellenére a magyar egyház elszakadhatott a némettől. 1001-ben megalakult a kalocsai érsekség, majd pedig a megyerendszert követve az első egyházmegyék.
A magyar papság István uralkodása alatt tartotta a kapcsolatot a német-római birodalom papjaival. Észak-Erdély elfoglalását követően megalapította az erdélyi püspökséget, és a magyar királyság területére hozatta Szent György és Szent Miklós földi maradványait, amiket szent erekékként tartottak számon. A székesfehérvári bazilikának adományozta őket, majd a városban rendezte be királysága központját. 1018 és 1019 között új zarándok útvonalat hoztak létre, ami elkerülve Esztergomot kötötte össze Nyugat-Európát a Szentfölddel. Első István személyesen találkozott az átvándorló zarándokokkal. Ennek politikai okai voltak. Hírnevét velük tudta eljuttatni minél messzebbre. Mivel kereskedők is voltak köztük, így többüket meg is győzte arról, hogy telepedjenek le. A velencei bencés szerzetes Szent Gellért is így telepedett le és vált püspökké, illetve István fiának, Imrének is a nevelőjévé. Több bencés monostor, apátság megalapítása is a magyar államalapítónk nevéhez köthető, de talán kevésbé ismert tény, hogy a Veszprém völgyi Szűz Mária apáca kolostor létrejötte is neki köszönhető, ami egy ortodox keresztény apáca kolostor volt. A magyar királyok koronázási palástja, ami korábban miseruha lehetett, itt készült. Több templom bazilika épült uralkodása alatt, a kolostorok és apátságok falain belül a latin írásbeliség elsajátítása egy folyamatos tevékenységgé vált. A papok, szerzetesek megszervezték a leendő hittérítők és vármegyék élén tevékenykedő világiak latin foglalkozásait, ráadásul ők feleltek a jogi és egyházi okmányok, dokumentumok kiadásáért. A képes krónika szerint első István gyakran látogatta az egyházi intézményeket, az övén dénárokkal telerakott erszényt hordott, amiből rendszeresen adományozott még a szegények számára. Egyházi rendelkezései vélhetően nyugati mintára lettek átvéve. Egyes kutatói álláspontok azt taglalják, hogy az Ál-Izidori dekrétumok mintájára kerültek bevezetésre István rendelkezései. A magyar király azért, hogy a királyságát egyben tudja tartani, törvénykezéseit írásba adta. A történészek számára két törvénykönyve ismeretes. A törvényhozása összefüggött erősen azzal, hogy a magyarság keresztény hitre való áttérítését, ha kell, erőszakkal is tevékhez tudja vinni politikai céljainak elérése érdekében. István első törvénykönyve életének vége felé készülhetett el, de tartalma már uralkodása idején alkalmazva lehetett. A második könyvet első András idejére szerkeszthették össze. A törvénykönyvek tartalma egy 12. századi német kódexből került elő, aminek egyik törvénycikke meghatározta, hogy minden 10 falunak építenie kellett egy templomot, és annak papját el kellett tartani. A törvénykönyvek német mintára lettek megszerkesztve, de a magyar területi viszonyok meghatározását egyénileg oldották meg benne. Első István továbbá kötelezővé tette a misére járást, és vasárnaponként az ünnepeket meg kellett ülni. Ez alól csak az kapott felmentést, aki a faluban őrizte a tüzet. A tűzőrző ugyanis nem hagyhatta el a helyét. A halál előtti gyónás kötelezővé vált, ez alól feloldozást az kapott, aki hirtelen halállal vesztette életét. Amennyiben a haldokló nem akar gyónni, a családtagoknak kellett böjtölni a lelke üdvéért a pap utasítása szerint. A magántulajdon védelme érdekében a levirátus megszűnt, az öröklési rend teljesen megváltozott. Szabályozta az adminisztrációs ügyeket, meghatározta a szolgáló népek feladatait, védelmébe vette az özvegyeket és az árvákat. A magyar királyság központja Fehérvár lett, míg az egyházi központ Esztergom. Az 1020-ra bevezetett pénzverés hatására megjelentek az első adók. A forgalmi pénz az ezüst dénár lett, ami felváltotta a külföldi pénznemeket, különösen a tinót, vagyis az állatpénzt. Területi alapon lett megszervezve az igazgatás, amit a megyerendszer segített elő. A vérségi alapon való társadalmi elhelyezkedés lehetőségét István kizárta. A nomád életmód lassan a múlt élet. Az emberek főleg földműveléssel és állattartással keresték a kenyerüket. A földek mind királyi birtokok voltak, amiket a magyar király adományozhatott alattvalóinak, és mellé tisztségeket adhatott. Így kezdték meg munkájukat az első ispánok. A tisztségek miatt a királytól kezdtek függeni, aki el is vehette a tisztséget és a vele járó földeket. Külpolitika szempontjából apja a Géza fejedelem békepolitikáját kívánta folytatni, hiszen István házassága Gizellával is azt a célt szolgálta, hogy a német-római császárral jó viszonyban legyen. Mikor II. Henrik lett a német-római császár, Bruno herceg, Henrik testvére a magyar királyság területére menekült. A két testvér kibékítését maga első István kezdeményezte.
Gyakorlatilag ez a kedvesség és a németek felé húzás jelentette a háborút a lengyelekkel 1014 és 1018 között. Őket a besenyők támogatták. 1018-ban a bizánci birodalom szövetségeseként küldött első István király katonákat a bolgárok ellen. Azonban mikor 1024-ben II. Henrik német-római császár meghalt, őt követte II. Konrád, aki viszont István sógorát, Orzeoló Ottó velencei dózsét elkergette az itáliai városból. Habár sikerült elérni, hogy a velencei dózse székét III. Henrik vegye át, de a Fisa és a Lajta között a bajorok rendszeresen portyáztak magyar területeken. Első István királyi megtagadta a belépést az országba minden bajornak, köztük Werner strasburgi püspöknek is. A fosztogatásra a magyarok is betörésekkel válaszoltak, aminek hatására II. Konrád 1030-ban támadást indított a magyar királyság ellen, átkelve Arába folyón. Szent István csapatai a felperzselt föld taktikáját alkalmazták, vagyis a termőföldeket használhatatlanná tették, legtöbb esetben felégették azokat, hogy a német és bajor csapatok ne jussanak élelemhez. A visszavonuló sereget végül a magyarok Bécs mellett körülzárták. A magyar győzelemmel első István király bebizonyította, hogy meg tudja magát védeni a magyar királyság meg a külső ellenségeivel szemben is. 1031-ben II. Konrád újabb támadást tervezett, de bajor közbenjárással a császár békét kötött a magyarokkal és engedményeket tett. A Fisa és Lajta közötti területeket meghagyta a magyarok számára. Ennek oka az volt, hogy István fia Imre herceg váratlanul meghalt, így a bajor nőági örökös nem tarthatott joggal igényt a velencei dózse címére, de még egy német-római császári címre sem. Na de mi volt Imre herceg számára az eredeti cél? István úgy akarta, hogy ő legyen a következő magyar király. Ezért nem igényelte számára a velencei dózse címét, de fennállt annak veszélye, hogy II. Konrád után Imre lehet édesanyja származása révén akár egy következő német-római császár. Vélhetően ez is volt az egyik oka, hogy Konrád a konfliktuson túl ezt a veszélyt is elkívánta hárítani. István ugyanakkor egész biztosan a magyar trónra szánta őt. Az Intelmek Imre herceghez című írás, ami egy királytükör volt, összefoglalta mindazt, ami István szerint fontos lehet egy király számára. Abban egyetértenek a történészek, hogy nem a magyar király írta az Intelmeket, de mint szerző is vitatott. Az erős vallási vonal miatt nem kizárt, hogy egy megbízott egyházi személy jegyezte le. Imre herceg korai vadászat során bekövetkezett halála miatt István 1031-től gondterhes időszakot élt át. Nem volt más fiú örököse. A legközelebbi rokon Vazul volt, aki a magyar trónra igényt tarthatott volna, de István nem volt meggyőződve az ő hitéről, ezért választotta inkább a velencei Orzeoló Pétert, aki István lánytestvérének fia volt. Azért, hogy Vazul alkalmatlan legyen a trónra, István megvakítatta, fiait, Bélát és Andrást elűzte az országból. Több legenda szól arról, miszerint az 1030-as években történt István elleni merénylet egyik szervezője volt Vazul, ezért nem csak megvakítatta, de olmot öntetett a fülébe, hogy a hallásától is megfossza őt. Orzeoló Péter és Gizella királyné viszont soha nem tudtak egymás mellett megbékélni, István király minden igyekezete ellenére. Első István utolsó éveiben azért, hogy eloszlassa azokat a kételyeket, miszerint már túl gyenge ő ahhoz, hogy uralkodjon, a békével érkező besenyők ellen fellépő határvédőket kettesével akasztatta fel, ezzel is elrettentve az elleneszegülőket. 1038. augusztus 15-én halt meg vagy Esztergomban, vagy Fehérváron. Testét a fehérvári Nagyboldogasszony bazilikában helyezték örök nyugalomra. Halálát követően hosszú ideig húzódó trónviszály vette kezdetét a magyar királyságban, amire pontot végül majd csak a megvakított Vazul unokája, Szent László király tett 1077-ben. Az ő közben járására avatták szentté első Istvánt, és lett közismert ragadvány neve a Szent István. Kultusza nem volt olyan erős, mint ma, ezt is igazolja, hogy a 12. századig nem volt másik István nevű uralkodónk. A fennmaradó legendák a szentté avatásával kapcsolatban számos csodát tartanak számon. Az egyik ilyen az volt, hogy mivel a szentté avatáshoz a testet oltára kellett emelni, ezért a koporsót fel kellett nyitni. Ez nem sikerült, ezért Salamont László királynak szabadon kellett engednie. A szabadonbocsátás követő 5. napon sikerült csak kinyitni a koporsót. Benne rózsaszínű víz folyt, ami beborította István maradványait, amikből rózsa illat áradt. A koporsó felnyitását követően számos gyógyulásról számoltak be az emberek, de Kristó Gyula ezt azzal magyarázta, hogy a népek valószínűleg elragadtatásukban jegyezhették ezt meg, mint aféle csodát,
vagy egyszerűen egy ilyen állítás hatására a tömegpszichózis kezdett el dolgozni a hívőkben. Minden esetre 1083. augusztus 20-án szentté avatták. Ezért lett augusztus 20-a államalapításunk ünnepe, és Szent István szentté avatásának emléknapja. Ő Magyarország fő védőszentje. A kőművesek, kőfaragók, építő munkások és a súlyosan beteg gyermekek védőszentje. Erekjéje a természetes úton mumifikálódott jobb keze. A szent jobb.